Műanyag boros üvegek, szétszakadt ajándéktáska látható a police.hu képein. Feltehetően a dulakodás közben szakadt el a táska. Egy kalocsaibolt alkalmazottja kért rendőri segítséget telefonon január 22-én délután. A bejelentés szerint rablás történt a munkahelyén. Egy ismeretlen 5 üveg vörösbort akart eltulajdonítani, azonban ezt az eladók észrevették. A pénztárnál felszólították a tolvajt, hogy adja vissza a nála lévő termékeket, ő azonban ennek nem tett eleget. A bolt dolgozói megpróbálták visszatartani a tettest, aki dulakodás közben 4 üveget elejtett. A fogásból kiszabadította magát és menekülni kezdett. Az egyik alkalmazott követte és megpróbálta a még nála lévő 1 palack italt visszaszerezni. Eközben az eladó segítségére sietett egy járókelő, aki megpróbálta elállni a férfi útját. Az elkövető egy irattáskával arcon ütötte az útjában álló nőt, aki ennek következtében könnyű sérülést szenvedett, így sikerült a borral együtt elmenekülnie. A járőrök 15 perc alatt beazonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 27 éves helybélit. Őt a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették rablás büntette és könnyű testi sértés vétsége miatt. A rendőrök előterjesztették a férfi letartóztatásának indítványozását.